Jó reggelt mindenkinek! Sziasztok! Nagyon mínusz van. Hát borzasztó ideg van. Sajnos nem érzitek, vagy hál' Isten nem érzitek. De hát most ugye mínusz 3 fokot ír ugyan a hőmérő, ami ugye hőmérő szerint azért nem olyan hideg, de ez az igazi csípős, párás, borzasztó hideg van. Hidegnek érzi az ember. Ez a mínusz 10-ben, amikor esik a hó, sincs ilyen hideg, mint most. És hát egy pici gondolatébresztő azoknak az embereknek, akinek olyan kollégái vannak, mint nekem is, akik kint dolgoznak ilyen időben, és csavaroznak szabad kézzel, nincs nagyon lehetőségük kesztyűt viselni, mert olyan dolgokat fognak meg, amit nem tudnak megfogni vastag kesztyűbe, de még szövet kesztyűbe se nagyon. Hát igen, ez egy elég kellemetlen időszak azok számára, akik kinti munkát végeznek, és szeretném ezúton is mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy próbáljon meg mindent megtenni annak érdekében a munkavállalók részére, hogy ez az időszak, ez a téli időszak egy picit komfortosabb legyen számukra. Nálunk is a srácoknak ilyenkor van náluk tea, lehet melegíteni, van melegítős kabát, bár nem használják, mert elmondásuk szerint alapból is nagyon jó meleg az a kabát, amit használnak, de van lehetőség ugye melegítős kabátra, lehet vinni magukkal ilyen infra sugárzókat, amik ugye nem egy olajradiátor, hanem közvetlenül rájuk sugározza a hőt, ezáltal egy picit melegebb lehet, hogyha ugye beltéri munkát végez valaki, akkor azért elég sokféle eszköz áll már rendelkezésre arra, hogy akár a lakásnak a belső részét valamilyen szinten ki lehessen fűteni, bérelhetőek is ezek az eszközök, mi is egyébként most nemrég elromlott a fűtés nálunk, illetve nem is a fűtés romlott el, hanem az egyik fázis elment, és nem volt lehetőségünk fűteni, és egyből béreltem 4 darab ilyen kis fűtőtestet, ilyen 2000-3000 wattos fűtő egység, 6000 forint a kaukciója, és napi ilyen 1000-1500 forint a bérleti díja, tehát nem egy vállalhatatlan összeg, 200 négyzetmétert simán kifűtött, úgyhogy izzadtak a srácok odaben. Úgy gondolom, hogy egy napra, ha bérelni is kell esetleg egy ilyen eszközt, mert mondjuk nincsen a lakásban, hogy az ügyfél nem biztosítja, akkor sem lehet probléma. Aki kint szerelnek, szerintem érdemes beszerezni mindenkinek valamilyen alkalmatosságot arra a célra, hogyha a lakásba kezded dolgozni, ahol nincs olyan fűtés, akkor valamilyen szinten magának ezt biztosítani tudja. Ez nem felróható nálunk, ugye a szerződésben is benne van, hogy az ügyfélnek biztosítani kell, de amennyiben nem biztosítja a munkavégzés alkalmas hőmérsékletet, akkor ezt mi biztosítjuk, tehát megoldjuk mi saját magunk, neki egyedül az áramot kell biztosítani erre az időszakra. Ezt érdemes esetleg neked is belevenni a szerződésbe, bár szerintem ezt még senki nem rótta fel nekünk, hogy mi fűteni merünk akkor, amikor mínusz 10 fok van a lakásba, meg hát igazából kellene is. De hát kint ugye nincs ilyen opció, úgyhogy kint jó fel kell öltözni, melegtél meg kell állni időnként, kicsit felmelegíteni a ízületeinket, kezünket, és hát és egy picit ilyenkor elnéződnek kell lenni, azt gondolom mindenkinek, nekem is, hogyha már nálunk az építésvezetőre van bízva ez a dolog, úgyhogy ha úgy dönt, hogy ki sem megy dolgozni, akkor aznap nem megyünk, de alapvetően a kötelességtudat benne is benne van, úgyhogy nem szokott ilyen előfordulni, mindig csináljuk a dolgunkat, de részszerűen nem fagyasszuk le a kollégákat. Figyelj oda te is, próbáld meg te is figyelembe venni másoknak a munkakörülményeit, segítsél nekik, hogy könnyebb legyen, és meg fogják hálálni. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel, szervusz!